köszönöm szépen, és köszönöm ezt a szeretetteli fogadtatást. Kedves smartonfaiak, kedves sormásiak, kedves itt lévő támogatói. Főként azért jöttem, hogy megköszönjem önöknek jogászként azt, hogy segítenek egy jogfosztottságban élő nemzetnek megmutatni, hogy fel kell emelni a fejüket, vissza kell venni a hazájukat, és hogy igenis vannak jogai, és nem csak kötelességeik vannak állampolgárként, hanem jogaik is, és kötelessége viszont az államnak és az állami szerveknek is van. Föl fogom olvasni majd azt a petíciót, aminek az aláírására mindenkit biztatok, de előtte engedjék meg, hogy amikor jogfosztottságról beszélek, akkor itt rögtön egy esettanulmányt is bemutassak. Ne ijedjenek meg, remélem, hogy nem lesz nagyon unalmas, de nem tudom megállni, hogy itt a megváltozott helyzetre tekintettel ne reagáljak jogászként, emberi jogokkal foglalkozó jogászként, nemzeti jogvédőként, mindarra, ami itt ezzel a rendezvénnyel kapcsolatosan történt. Jöttünk autóval alpolgármester asszony társaságában, aki éppen arról mesélt nagyon szépen, hogy milyen szociális szövetkezetek hoztak létre, hogyan állítanak elő egészséges magyar élelmet Martonfa településen, és hogy milyen elkeseredettek voltak, amikor az állam nem adta az ő birtokukba azt a területet, amit most viszont ugye nagy lelkűen odaad menekültábor céljára. Amikor megszólalt a telefon, és láttam alpolgármester asszony arcán, hogy valami baj van. Azt a tájékoztatást kapta az akkor már itt lévőktől, hogy itt hangos zene szól, és bizony itt egy másik rendezvény van azon a helyen, ahova ez a rendezvény lett megszervezve és bejelentve. Na most gondolom, hogy itt sokan vannak, akik nagy örömmel dörzsölik a tenyerüket, hogy sikerült megszerveznünk valamit, amivel ezeket az embereket rossz helyzetbe hozzuk, leégetjük úgymond, és a többi. Most engedjék meg, hogy tájékoztassam önöket arról, annál is inkább egy országos mozgalmat szeretnék meghirdetni, aminek az lenne a címe, hogy a jogállamiságért, a demokráciáért és a magyar államhatár őrzéséért, és ahhoz, hogy ez az országos mozgalom elindulhasson, kell tudnunk olyan dolgokat, mint például mi az, hogy gyülekezési jog. Ugye, amikor az alaptörvényt megalkották, akkor mindenféle kötelezettségek voltak azzal kapcsolatban, hogy az összes önkormányzatnak valami szép szalaggal együtt ki kellett tenni egy bizonyos asztalra, és a többi. Ahelyett, hogy arra hívták volna a figyelmét fel a nemzetnek, hogy vannak jogaitok, vannak alapvető emberi, állampolgári jogaitok. Ilyen jog a véleménynyilvánítás szabadsága. A véleménynyilvánítás szabadsága azt jelenti, hogy mindenki megfogalmazhatja a véleményét, a gyülekezési jog pedig azt jelenti, hogy mindenkinek joga van a békés gyülekezéshez, azaz másokkal összejönni és például a véleményét kifejteni. Valószínűleg azok a rendőrök, akik belementek abba a piszkos játékba, amit itt egyesek rendezni akartak, azzal, hogy meghűsítják ezt a rendezvényt, a tankönyvben csak idáig jutottak el a gyülekezési jog ismertetésére. Szeretettel üzenem neki, de valószínűleg ezt majd a bíróság is ugye ki fogja mondani a kártérítési ügyben, ami ebből a rendezvényből és az itt okozott kárból majd következni fog. Tovább kellett volna lapozni a tankönyvben. Ugyanis a gyülekezési joggal kapcsolatban a következőket kell egyebek mellett tudni. A gyülekezési jog megadása az nem valamiféle kegy az állam részéről, hanem mint az emberi jogok általában egy velünk született alapvető jog. Alpolgármester asszonyék ezt a rendezvényt hétfői napon bejelentették. A törvény mondja ki, és itt a rendőr kollégától kezdve mindenkinek mondom ezt, noha tudom, hogy a rendőröknek is rendkívül megalázó tud lenni, amikor olyasmire kényszerítik őket, ami a jogérzékükkel és az igazságérzékükkel nem egyezik, ezt ugye 2006-ban és máskor is megtapasztaltuk. Tehát a rendőrségnek 24 órán vagy 48 órán belül kell nyilatkozni arról, ha megtiltja a rendezvényt.
Ilyen itt ebben az esetben nem történt, sőt visszaigazolták, hogy tudomásul vették a rendezvényt. Ettől kezdve a rendőrségnek úgynevezett pozitív kötelezettsége is van, ami azt jelenti, hogy a rendezvény normális lebonyolítását biztosítania kell. Olyan nincsen, amit nekem a kedves ügyeletes tiszt mondott, hogy bejelentettek ide egy másik rendezvényt is, hát történetesen az mondjuk üvöltő zenével jár, és teljesen más célú, mint a mi rendezvényünk, de hát ő nem politikus, hogy eldöntse, hogy most akkor mit kell tenni. Mondtam neki is, és önöknek is mondom, hogy a legközelebbi rendezvényen szerte az országban, amikor végre a kezükbe veszik a hatalmat, és elkezdenek tiltakozni a jogsértések, a jogtiplások és a sok megalázás ellen, akkor már tudják, hogy hogy is van ez. Az alaptörvényben rögzített gyülekezési jog védettséget ad a rendezvény számára. Egyrészt ugye ez láthatóan egy kulturális rendezvény, tehát egy más témájú rendezvény és egy nem gyülekezési jog hatája alá tartozó rendezvény. Ha viszont az, és ők is bejelentették a rendezvényt, akkor a rendőrségnek valamelyiket nem lett volna szabad elfogadni ugyanerre a helyszínre. Ugyanis valószínűleg azok, akik emögött a dolog mögött vannak, és akik megszokták, hogy 25 év a rendszerváltás óta folyamatosan hülyének nézik a magyar embereket, és megpróbálják őket megféleníteni, megfenyegetni, és azok a következő képen gondolkoztak. És akkor folytatom az esettanulmányt. Szeretettel üdvözlöm itt a kedves hátaláló kollégákat, akiknek ugye egy kihagyva valami a táblájukra. Nyilván azt hiszik, hogy a demokrácia az abból áll, hogy ide erre a színpadra föl lehet engedni egymással ellentétes célú vagy szemléletű rendezvényeket. Ez nem azt jelenti, hogy nem gondolnám azt, hogy az idegen gyűlöletre nemet kell mondani, nem is kell nemet mondani, mert azt gondolom, hogy ez természetes. Viszont az nem természetes a törvény alapján, és ezt elfelejtettem befejezni, hogy azt mondtam a ügyeletes tisztnek, hogy önnek nem ismerő, azt mondta, hogy ő nem politikus, hogy döntse el, hogy melyik rendezvénynek adjon helyet. Mondtam, hogy pont azért, mert nem politikus, a jogszabályt kövesse, és akkor abból nem lehet baj. Na most mit mond a jogszabály? Hogy ilyen nincsen, kérem szépen, hogy mondjuk ott kedves arcú, ugye sérült, menekült gyerekeket mutatnak. Miért? Azért, mert itt van ez a remek, tisztességes asszony, a Gabika, a polgármester asszony, nem gyakorlott rendezvényszervező, nem gyakorlott szónok. Ugye mire gondolnak, hogy majd ő ugye oldalt pillant, belezavarodik a szövegét, mint ahogy ugye már az egész helyzet arra volt kihegyezve. Majd megzavarodnak ettől, hogy itt találják ezt a hangos zenés tömeget, majd nem tudnak megszólalni, majd remélhetőleg feladják azt, hogy ők itt megpróbálnak bármiféle rendezvényt csinálni. És a kedves színesbőrű barátainkat is szeretettel üdvözlöm, de az, hogy itt egy másik rendezvény egyfajta díszletet biztosítson a mi rendezvényünknek, ilyen nincsen, ez kizárja a gyülekezési törvény. Úgyhogy ők megszokták, tehát megszokták az állam szervei, és persze a provokáció is, meg azok, hogy ugye közben megszólalnak jó hangosan, teljesen ellentétes tartalmú véleményekkel, kellene, hogy legyenek itt olyan rendezők, karszalagos rendezők, akik ilyenkor udvariasan megkérik az illetőket, hogy szíves tegyenek távozni, ugyanis a gyülekezési jog az egy védett jog, és ez egy védett rendezvény, tehát a Strasbourgi Emberi Bíróság esetjoga és a Magyar Bíróság esetjoga alapján is nekünk jogunk van ezt a rendezvényt úgy lebonyolítani, hogy ne legyenek zavaró tényezők, ne legyen egy más rendezvény kvázi díszletként üdetéve, de mondom, megszokták azok, akik ezt csinálják. Ugye mi ezt láttuk a Gyurcsány időkben, láttuk a Bajnai időkben, nemzeti jogvédőként, most látjuk az Orbán időkben, látjuk, hogy a módszer ugyanaz, rendőri erővel való. Tény, hogy itt most nem lövik ki a szemünket, hála Istennek. De 25 éve a rendszerváltás óta folyamatosan azt éreztetik az emberekkel, hogy meg vannak félemlítve a legkülönbözőbb eszközökkel, leginkább ugye rendőri eszközökkel, elmondták itt a szervezők, hogy az autóikat megállítják, igazoltatják őket,
tessenek megszokni, hogyha önöket igazoltatják, akkor meg kell kérdezni a nevét, a rendfokozatát a rendőrnek, és meg kell kérdezni, hogy mi az intézkedésnek az alapja. Mert a jogállamot az különbözteti meg a diktatúrától, illetve a demokráciát is adott esetben a diktatúrától, hogy a diktatúrában az állam, a hatalom ellenőrzi, korlátozza az egyént, az állampolgár, és a demokráciában pedig az egyén korlátozza és ellenőrzi az államot. Pontosan ezt. Pontosan ezt az utóbbit akarják megakadályozni, azzal, hogy megijesztett, megalázott, lehajtott fejű embereket akarnak. Akik meglátják, hogy Jézus, amikor most megint rendőrök vannak, jobb, ha inkább odébb állok, mert a munkahelyemen probléma lehet. Ugye kimentek Martonfán rögtön az első napon beszélgetni egymással, elkeseredettek, kijött egy 50 fős rendőri erő. Mire gondolnak ilyenkor? Tekintettel arra, hogy Magyarországon nem volt polgárosodás, tekintettel arra, hogy egy nagy összeszerelő üzemet rendeztek be Magyarországból a 25 év alatt, rosszul fizetett emberek állnak a szalag mögött, kiszolgáltatottak, vagy akár, hogyha állami munkahelyen dolgozik valaki, rögtön arra gondol, Uram Isten, meg fogják tudni, hogy én a véleményemet hallatom, és ezért ki fognak rúgni a munkahelyemről. Mert ugye ráadásul a munkatörvénykönyve is úgy van összeállítva, hogy ezt meg lehessen tenni, hogy egyik nap a másikra valaki utcára tegyenek. A gazdák azt mondják, de jó lenne azért egy kis földhöz jutni. Csak a csókosok juthatnak földhöz, nem nyilvános és átlátható pályázatokon történik a földnek az osztása. Jobb, hogyha inkább csöndben maradok, jobb, ha nem látnak engem ilyen rendezvényeken. A vállalkozó azt mondja, na jobb, ha nem látnak meg, mert kapok egy nagy ellenőrzést a nyakamba, vagy egyáltalán ugye megrendelést úgyis csak akkor kapok, hogyha csókos vagyok, vagy vesztegetek. Tehát azt gondolom, hogy az, hogy ilyen helyzet keletkezett, ez pontosan azért van, mert a lehajtott fejű, megfélemlített, kiszolgáltatott emberek nem ellenőrzik a hatalmat, nem korlátozzák a hatalmat, és szabadon lehet lopkodni, ami 25 éve folyamatosan történik a hatalom által. Gondolom, hogy ez most egy történelmi pillanat, egy momentum, hála a martonfaiaknak és a sormásiaknak és az őket támogatóknak, egy olyan történelmi pillanat, amikor el lehet kezdeni a valódi rendszerváltást. Ehhez az kell, hogy országszerte hasonló demonstrációk legyenek a jogállamiságért, a demokráciáért és az államhatár őrzéséért. Segítettem annak a petíciónak a megőrzésében, vagy megírásában, amelyet most föl fogok önöknek olvasni, sokan ismerik már, állítólag 1500-an aláírták. Kérem, hogy hallgassák meg, és országszerte terjesszék, írják alá, egy-egy lapot kell külön aláírni, pont azért, mert a úgynevezett petíciós jognak, mint alapvető állampolgári jognak az érvényesülését is mindenfajta technikai, bürokratikus eszközökkel igyekeznek korlátozni. Fölolvasom tehát a petíciót. Petíció Magyarország köztársasági elnökéhez és miniszterelnökéhez. Tisztelt köztársasági elnök úr és miniszterelnök úr! Magyarországon a tömeges, illegális határátlépés következtében válsághelyzet alakult ki, amelynek káros következményeit egyre több állampolgárnak kell viselnie. Sajnálatos módon az utóbbi évtizedekben megszokottá vált, hogy a jogszabályok betartását kizárólag az állampolgárokon kérik számon, holott a jogállamiság lényege, hogy azok betartására az állam és annak szervei is kötelesek. Mi, Martonfa és Sormás települések lakói és a hozzánk csatlakozó magyar állampolgárok párthovatartozásra tekintet nélkül ezen a helyzeten változtatni kívánunk és követeljük, hogy az állam teljesítse azon alkotmányos és jogszabályi kötelezettségét, hogy hazánk, zárójelbe államunk határának jogellenes átlépését előzze meg. A törvény 46. cikke kimondja,
A rendőrség alapvető feladata a bűncselekmények megakadályozása, felderítése, a közbiztonság, a közrend és az államhatár rendjének védelme. Itt hangsúlyozni szeretném, hogy ez nem az én véleményem, mert megjelent már hasonló, egy rádió interjú készült, amiben mondtam, hogy a törvény szerint a rendőrségnek kell védeni az államhatárt. És nagyon sok kommentet kaptam, hogy nem, mert a határőrségnek kellene, egy önálló határőrségnek. Ezért tökéletesen egyetértek, de a törvény most azt mondja, hogy a rendőrségnek kell, ami biztos, hogy az államnak gondoskodnia kell az államhatár őrzéséről. És egyébként nem értem, hogyha egyik napról a másikra tudnak jogszabályokat megváltoztatni, akkor például miért ne lehetne határőrséget létrehozni, de előbb akkor befejezem ezt a petíciót, és akkor erről még egy pár szót szólnék. Az 1994. évi 34-es törvény a rendőrségről pedig így rendelkezik. A rendőrség őrzi az államhatárt, megelőzi, felderíti, megszakítja az államhatár jogellenes átlépését. Vagyis az állam feladata, hogy megakadályozza a bejutást a magyar állam területére. Fradi drukkerek vannak-e itt? Hát azért mégsem. Ugye azért még sincs rendjén az, hogy egy Fradi drukkernek az FTC meccsre lényegesen nehezebb bejutni, mint a világ másik végéről érkezett illegális határsértőnek Magyarország területére. Felháborítónak és az alaptörvénybe ütközőnek tartjuk, hogy a kormány a 200 körüli lakosú Martonfa és a 950 lakosú Sormás településeken idézőjelben ideiglenes befogadó állomás, azaz menekültábor létesítéséről döntött a lakossággal, illetve a képviselőinkkel történő egyeztetés nélkül. Ez összeegyeztethetetlen egyebek mellett az alaptörvény következő rendelkezéseivel. Magyarország független, demokratikus jogállam. A közhatalom forrása a nép. A nép a hatalmát választott képviselői útján kivételesen közvetlenül gyakorolja. És ezt a mondatot is egy picit hagy magyarázza, mert van, aki félreérti. Tehát van, aki úgy gondolja, hogyha ő mondjuk polgármester vagy képviselő, és neki más véleménye van, mint a népnek, akkor az ő véleménye győz, mert hogy képviselő útján gyakorolja a nép a hatalmát, és akkor a képviselő mondja meg, hogy mi a helyzet. Rosszul értelmezi ezt az alaptörvényi mondatot, aki így gondolkodik, és rosszul értelmezi alapvetően a demokráciát. Egy polgármester nem teheti meg azt, hogy szembefordul a településének az akaratával. Pontosan azért, ami az alaptörvényben van. Mert a népnek az akaratát és a népnek a kinyilvánított véleményét kell képviselnie. Ez a demokráciának a lényege. A martonfai és a sormási, ezt ugye nem ezekre a településekre mondtam, bár nem tudom éppen, hogy a sormási polgármester hol tart. Ugye a martonfai polgármester most is itt van velünk, az ott van, igen, tapsoljuk meg. A polgármester asszonyt is tapsoljuk meg. És akkor már hagyd kérdezzem meg a rendkedvéért, hogy Sormásról a polgármester itt van-e? Alpolgármester? No. Tehát azt gondolom, hogy arról szól a demokrácia, amit itt most látunk, hogy nagyon fáradtan, nagyon kimerülten, de itt vannak mind a ketten, mert ezt várja el tőlük a településük. És... vannak olyan települések Magyarországon, nem tudom, hogy Sormás oda tartozik-e vagy nem, ezt nyilván sormásiak tudják, ahol az ellenkezőjét mondja a település vezetője, mint amit a lakosság szeretne. Ez kizárja az alaptörvény. A demokrácia az nem erről szól. Nos. A martonfai és igen, ott tartottam, hogy a nép a hatalmát választott képviselői útján kivételesen közvetlenül gyakorolja. A közvetlenség, ez a petíció is, meg az esetleges helyi népszavazás, amiről ugye tegnap már szó volt. A martonfai és a sormási menekülttáboron szóló kormányrendelet, mármint ami elrendeli ennek a
két menekültábornak a létrehozását. Élesen szemben áll az alaptörvény következő rendelkezéseivel is. Magyarország védelmezi állampolgárai, illetve az állam és a helyi önkormányzatok tulajdona nemzeti vagyon. Tehát nem az övék. Ugye? Tehát van a büntető törvénykönyvben olyan tényállás, hogy sikkasztás, hogy aki a rábízott idegen dologgal sajátjaként rendelkezik. Az nem a kormányi, vagy valamelyik állami szervé, vagy valamelyik személyé, hanem a magyar nemzeti. A nemzeti vagyon kezelésének és védelmének célja a közérdek szolgálata, a közös szükségletek kielégítése és a természeti erőforrások megóvása, valamint a jövő nemzedékek szükségleteinek figyelembevétele. Tehát ez Magyarország alaptörvénye, tehát mindezt Magyarországra vonatkoztatva kell értelmezni. És ez törvény, ez jogszabály, ezt be kell tartani az államnak. Az államnak ez a jogállamiság lényege, hogy az államnak ugyanúgy be kell tartani a jogszabályokat, mint az állampolgároknak. Figyelemmel arra, hogy az idézett jogszabályok alapján a martonfai és sormási menekült táborokról szóló kormányrendelet alkotmányellenes és jogszabálysértő, követeljük annak hatályon kívül helyezését. Tiltakozunk az ellen, hogy az állam jogellenes mulasztásainak következményeit a magyar embereknek kelljen elviselnie. Nem alattvalók vagyunk, hanem emberi méltósággal és jogokkal rendelkező állampolgárok. Követeljük ezért, hogy mostantól az állam is tartsa be a rávonatkozó jogszabályokat, és gondoskodjon a magyar államhatár megfelelő őrzéséről. Így módon az illegálisan Magyarországra érkezők száma rövid idő alatt jelentősen csökkenni fog, és nem lesz szükség újabb menekült táborok megnyitására. Azt gondolom, hogy ez a legtérszerűbb félrevezető megoldás. A politika feletti, de azt gondolom, mindenki egyet tud érteni. Kérem szépen, hogy minél többekkel osszák ezt meg, ezt a petíciót a Facebookon, majd talán Gabika fog, a polgármester azt mondja, egy pár szót mondani arról, hogy hogy lehet ezt hozzá eljuttatni, hogy fogják eljuttatni a miniszterelnökhöz és a köztársasági elnökhöz. Ugye megvan bennünk a reflexunk, ilyenkor azt mondjuk, hogy á, de úgyse történik semmi. De ez a baj, hogy 25 éve folyamatosan ezt mondjuk, és 25 éve folyamatosan arcátlamodon próbálnak bennünket az alapvető emberi jogainkban és emberi méltóságunkban megsérteni. Azzal, hogy ide szerveznek olyan rendezvényt, ami abszolút nem idevaló, ami akadályozza ennek a rendezvénynek, ennek a jogszabályban rögzítettek szerint bejelentett rendezvénynek a tisztességes, megfelelő lebonyolítását. Azzal, hogy teljesen indokolatlanul a rendőrségi törvény durván sértő módon, szükségtelen és aránytalan intézkedéssel kivonulnak nagy rendőri erőkkel és fenyegető jelleggel, igazoltatják a békésen beszélgető martonfaiakat, vagy éppen sormásiakat, azzal, hogy megállítják az autóikat, igazoltatják őket, amiből ugye azt is meg lehet tudni, hogy nyilván lehallgatják a telefonokat, hogy pontosan tudják, hogy ugye ki hova megy, és durván jogsértő módon járnak el. Megint csak hangsúlyozom, itt nem egyik kormányról, másik kormányról van szó. Ez is az emberek megosztása és a hatalomnak a módszere arra, hogy keresztül vigye a diktatórikus akaratát. Nem arról van szó, hogy az egyik oldalon a jobb oldalán, másik oldalon a bal oldal, vagy egyik oldalon a kormány, pártiak, másik oldalon az ellenzékiek, hanem hogy itt 25 éve egy pár ezer főből álló korrupt politikai elit és a vele összefonódott gazdasági elit irányítja az országot, ők állnak az egyik oldalon, és az emberek a másik oldalon. Ezen kellene változtatni, és ezen úgy tudunk változtatni, hogy megmutatjuk, hogy tisztában vagyunk vele, hogy vannak jogaink, nem tűrjük a megaláztatást, nem tűrjük a terrorizálásunkat, fölemeljük a fejünket, és visszavesszük Magyarországot. Isten óvja és vezesse Magyarországot vissza várjál.
az a polgármester. Köszönöm.